A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ünnepelni jöttünk, hiszen az elmúlt napokban látott napvilágot az eredmény, hogy az István Király Általános Iskola testnevelő tanára Rácz Katalin lett Fehérvár megye 200 feletti általános iskoláinak legjobb testnevelő tanára. Gratulálok, örülök, hogy itt van velünk. Hát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Ma, amikor felgyorsult a világ, óhatatlanul is a szaktárgyak kerülnek előtérbe, hiszen egyfajta jövőképet szeretnének a szülők minden áron a gyermekeknek mutatni. Ugyanakkor valljuk meg, hogy a testnevelés fontossága, és így a szaktárgy fontossága is egyre inkább nő, hiszen ezeket a kihívásokat másként nem igazán lehet teljesíteni, mint fitten, lelki és testi egészségben, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. És éppen ezért, amikor olvastam, hogy beleszületett tulajdonképpen a sportban, akkor nem is igazán lehetett más útja, mint ezt a pályát választani. Hogy történt ez, hiszen ez egy nagyon fontos pillanat egy fiatal életében, amikor elkötelezi magát egy hivatás iránt. Igen, jó napot kívánok! Hát nálam azért elég különleges volt a helyzet, mert a családomban nagyon sokan sportoltak, és elég kiemelkedő teljesítményt értek el. Olimpikonok, olimpiai érmes és világbajnoki, Európa-bajnoki érmesekkel rendelkezünk több területen, több sportágban. És ez automatikusan ugye azzal jár több helyen, hogy akkor a gyermek is majd ugyan ezt az utat fogja folytatni. Nálam egy picit másképpen alakult. Koraszülött is voltam, és egy kicsit ilyen koordinációs gondokkal küzdöttem. Úgyhogy igazából egészen általános iskola harmadik osztályig nem igazán sportosságomról voltam híres, és akkor találkoztam egy nagyon aranyos edzővel, atlétika edzővel, aki felépítette bennem azt, hogy magabiztossá tett, úgymond olyan értékeket adott, nyújtott, mutatott, ami által egy attitűdé vált a sport, és mind a mai napig így az életem nagy része. Valljuk be, hogy ez az Iker testvérével együtt. Igen, igen, együtt jártunk, kezdetekben megmondom őszintén, kutyákat mentünk etetni a sportpályára, meg itatni, de aztán a sport része lett a fontosabb. Mi volt a motivációja egy ifjú hölgynek? Hiszen nyilván, hogy kismillió olyan dolog van, amit bizonyos életkorban a lányok nagyon szívesen csinálják. Nyilván ezek közé tartozik a sport is, de nem általános ez, azért valljuk meg. Mikor kicsi voltam, az érem volt a legfontosabb, hogy minél több érmem legyen. Versenyeztünk az Iker testvéremmel, az én bátyámmal is, hogy kinek van több ilyen éremfüzetünk is volt. Utána ugye az, hogy a saját teljesítményünkön legyünk túl, én atléta voltam, nagyobbat dobjak, nagyobbat ugoljak, gyorsabban fussak, és utána pedig az, hogy a nagyon nagy segítséget jelentett a tanulás mellett, hogy éreztem, hogy amikor sportolok, sokkal frissebb volt az agyon befogadó képessége, és ezt kettőt nagyon szépen össze lehetett kötni. Volt példaképe? Mindig is van, így kifejezetten, hogy na, akkor ő a nagy példaképem, úgy nincs, hanem mindig az aktuális, aki éppen látom, hogy mennyit dolgozik, de én nekem minden sportoló, aki beleteszi az energiáját, én nekem nagyon sok példaképen van. És a hivatásában volt olyan tanár, akire különösen felnézett, aki nagyon segített, nagyon sokat segített abban, hogy aztán amikor pályát választ, az meghatározó legyen? Kis Kovács Károly, a Békési Diákatlétikai Klub vezetőedzője. Mi mindent kapott tőle? Hát úgymond pót apaként is mondhatnám, mert többet töltöttünk a sportpályán, mint otthon. Megtanította azt, az edzésen túl, hogy igazi csapatépítő jellegű edzéseket tartott, a szabadidő hasznos eltöltését, illetve edzőtáborokban is egy közös
címerező táborral gyűjtöttünk pénzt közösen, és úgy mentünk Szarvasra, Debrecenbe. Nagyon sok utazás részese voltunk, nagyon-nagyon sokat jelentett. Tehát nekünk. Nyilván egy sikerorientált ifjú hölgyről volt szó, egy csodaszép ifjú hölgy, aki aztán szép lassan elindul azon az úton a pályaválasztás felé. Volt-e olyan példaképe, aki a határozottan segített abban, hogy milyen pályát válasszon? A testvérem, ő is testnevelő, 4 év van köztünk. Amikor felvették a testnevelési főiskolára, akkor én is tudtam, hogy én is oda szeretnék menni. Nagyon tetszett, hogy készült az úszásra, tornára, én is mentem vele gyakorolni, és úgy gondoltam, hogy nekem is ez a jövőm. Ugye sportnemzet vagyunk, azt nagyon is jól tudjuk, és az egyik alapvetés mindenképpen a testnevelő tanárok szakmai felkészültsége. Ennek tükrében mit kapott a TFN? Hiszen a TFN azért tudjuk, hogy olyan szakmai vezetők vannak minden egyes ágban, ami aztán a későbbiekben meghatározza a jövőt. Hát nekem egy nem teljesen TFN végeztem, a testvérem végzett a TFN. Én tanítónéni vagyok, hogy Békés Csabáról származom. Szújó Zoltán, Grecsó Krisztián többségben ők csoporttársaim voltak. Én ott magyar speckolos voltam, csak megszületett a kisfiam, és akkor kellett választanom egy másik speckolt, és egyértelmű, hogy a testnevelés volt. És utána, amikor elvégeztem, akkor nyílt lehetőségem, hogy elvégezem a Juhász Gyulán Szegeden a testnevelési főiskolát, nagyon megtetszett, utána az egyetemet, és így mentem végül is a ranglétán. Én nekem Kecskeméti Petre Adrián volt az egyik tanárnőm, akit nagyon-nagyon tiszteltem, becsültem, mind a mai napig kapcsolatban vagyok vele. Határozott elképzelései voltak, hogy kezdi a pályát? Hiszen voltak példaképei, volt, akire felnézzen, volt, aki meghatározta az addigiakat. Akart hasonlítani valakire? Részben akartam, mert ami tetszett, azt természetesen én is tovább akartam vinni, de minden esetre a személyiségemen nem szerettem volna változtatni. Én úgy érzem, hogy mindig egy picit eltértem az átlagtól, talán bevállalósabb, vagy kicsit szokták mondani, hogy ilyen kicsit így mozgékonyabb voltam minden téren, hogy sokkal jobban olyanokat elvállaltam, amit más nem. Én mindig a gyerekek között szerettem szünetbe is lenni, vagy éppen kosaraztam velük, fociztam velük, és ez nem nagyon jellemző rám, hogy én leülök és pihenek, hanem egy kicsit más, és ezen nem is nagyon szerettem volna változtatni. Ugye tetszik, nem tetszik, bármennyire is játékos lehet egy testnevelés óra, rendkívül fontos alapvetései vannak. Ezt nyilván a gyerekeknek is meg kell tanulniak, hogy ez nem a szabadidő játékos, mozgásos eltöltése, hanem sokkal több annál. Ezt miként lehet megtanítani? Igen, elég kemény ezt megtanítani. Nem véletlen, sokan nem is szeretik a testnevelés órákat helyettesíteni se. Nagyon balesetveszélyes, nagyon, nagyon oda kell figyelni, mert tényleg pillanatok alatt ott lehet a baj. Minden esetre, ami új dolgot veszünk, akkor mindig megbeszéljük, mire kell figyelni, ez tényleg létfontosságú. És mindig arra törekszem, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, a napi célt azt teljesítjük, de ha változtatni kell, akkor pillanatokat változik, hogyha látom a csoport összetételét, vagy bármi közben jön, akkor tudjak módosítani azon az eredeti programon. Rugalmasnak kell lenni. Nincs kétségem felőle, hogy a mosolygós szemű tanárnő motivációs tényező is egyben. Ez fontos, hogy a gyerekeket meggyőzze arról, vagy hogy fontos a testnevelés óra? Igen, szerintem ez az egy kulcs szó, hogy motiváció, motiválás. Ezen múlik szerintem nem csak a testnevelés, hanem úgy a többi tantárgynak a sorsa is. Ha kellőképpen megvannak, motiválva vannak, akkor el fogjuk tudni érni a célt, akármilyen körülmények vannak. Ugye ez bizalmi kérdés is bizonyos értelemben. Mennyiben járul hozzá, miként látja a személyiségfejlődéshez a testnevelés, illetve egy jó testnevelő tanár? A testnevelés óra a legbizalmasabb tantárgy. Tényleg mi szinte olyan kapcsolatban vagyunk a diákokkal, hogy lehet, hogy többet elmondanak, mint a saját szüleinek. A versenyek adta lehetősége, a sok-sok utazás nagyon-nagyon fontos része ennek. Én
én úgy gondolom, hogy mind a mai napig szoktak a régi tanítványaim írni, és mind megosztani, mi történik velük, és tényleg most hétvégén is kaptam ilyen üzenetet, hogy ők is mind nekem köszönhetően tudták folytatni ezt a sportféle attitűdöt, amit beépítettem nekik, és a legfontosabb. Azért a pedagógus számára is van motiváció a semmiből egy új másik világot teremteni, ha úgy tetszik, egy fiatal számára, ami az adott esetben a sikerben is megjelenik. Ez fontos? Nagyon, nagyon fontos. És úgy gondolom, hogy alsóban a legfontosabb megalapozni, mert hogyha ott sikerül úgymond beépíteni, akkor felsőben nem lehet gond. Még ha jön a kamaszkor is, akkor egy pici ingadozás szokott lenni, de vissza lehet húzni őket a normális kerékvágásba. Milyen a szülő-gyermek pedagógus kapcsolat? Ez mennyire fontos ez a háromszög? Nagyon-nagyon fontosnak tartom, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy általában tényleg majdnem 100%-osan sikerül ezt így kiépíteni, hogy bíznak bennem a szülők, ezáltal a gyerekek oda-vissza, tehát ha jókat mesélnek otthon a szülő a tanárról, akkor szerintem rendben van az a kapcsolat is. Ugye egy testnevelés óra önmagában a mozgás öröme örök időkre szól, ezt nagyon is jól tudjuk, hiszen elkísér bennünket egészen majd a késő felnőtt korunkig, nyugdíjas korunkig. Ezt mennyire lehet megértetni itt nem a gyermekekkel, hanem a szülőkkel? Én úgy érzem, hogy ez sikerült viszonylag az Isten Királytárs iskolába megértetni, ezért nagyon sok közösségi programot is szervezek. Itt volt a tesztfutás például, ahol családok jelennek meg, és így példaértékűek vagyunk így, vonzuk őket, és látják az eredményt, hogy mármond az a jó nekik, hogyha minél többen megjelenek, futnak, vagy ilyen jó programokban vesznek részt, és szerintem így ez sokat számít. Ugye azt látjuk, hogy felgyorsult a világ egy testnevelő tanárnál, vagy általában egy pedagógusnál. Mi a folyamatos fejlődés záloga? Lehet-e követni a trendeket? Egyáltalán kell-e követni a trendeket? Igen, úgy gondolom mindenképpen nagyon fontos, hogy ezt kövessük. Itt is ugye a technológiának is fontos szerepe van, úgyhogy mi nagyon sokszor, most például a mobil alkalmazásokban, ki az iskolánk, így van egy ilyen medvematek féle feladat, hogy mobillal kihívják a QR-kód segítségével állomásokat, és mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a tó körül nagyon sok ilyen sportos állomást létre tudunk hozni, és a gyerekek csapatban például előhívják a kódot, és az ottani feladatokat meg tudják csinálni, és állomásról állomásra vesznek részt, ez is egy lehetőség, de mi nagyon sok mindent bevetünk interaktív táblákon is, ha nem jutunk torna teremhez, mert ugye elég sok osztály van, és vagy éppen beázik a terem, vagy bármi hasonlóság közben jön, akkor ezt meg kell oldani, így interaktívan is mozgatjuk. Gyorsan őket. Megtanulják a gyerekek, mondom én, hogy jó példaképnek lenni. Ez így van? Igen, gyorsan. Tehát a testnevelésben kiválóak, általában, hiszen ez gondoskodó, tiszteletre nevel mindenféle értelemben, az nyilván a egyéb tantárgyakban is azért jeleskednek, és az azért példa. Igen. Mi iskolagyűléseket is szoktunk minden nagyobb esemény után létrehozni, és ott megtapsoljuk egymást, és szerintem ez nagyon motiváló a gyerekeknek. Megjelentetjük őket az újságban, vagy az iskola honlapján, fénykikövekkel, és tényleg gratulálunk az osztály előtt. A kiemelkedő tanítványok. Miként lehet segíteni? Nyilván azért vannak olyan diákok is, akik számára csak idézőjelbe teszem a testnevelés az igazi, mert hogy kevésbé jó tanulók. Őket hogy lehet motiválni a további fejlődésre? Hát pont ezt mondjuk nekik, hogy azzal, hogy ők sportolnak, ezzel segítséget ad a további tanulásban is. Olyan programokat hozunk létre, hogy ott is sikerük legyen. Mi nagyon sokat fektetünk arra is, hogy ne csak a tehetségeket, hanem a kicsit lemaradóbbakra is foglalkozzunk. Ugye rendkívül fontos mostanában, a felgyorsult világról már beszéltünk, azért különböző hatások érik a gyerekeket. Ez mennyire fedezhető fel a mozgás igényben? Hiszen azért látjuk és tudjuk, hogy ott van a tévé, a számítógép, és így tovább, és így tovább. Hogyan lehet ezt a kettősséget azt mondom, hogy ideálissá tenni? Igen, egy komplett személyiségfejlesztést, térképét lehet egy-egy testnevelés órán megtalálni. Én osztályfőnök is vagyok, és úgy gondolom, hogy az egy kirándulás és egy testnevelés óra az, ami látom, hogy melyik gyereken mit kell még javítani pozitívan, és illetve mit kell így visszaszorítani, melyik személyiségi jegyeket. Nagyon azon vagyunk, hogy van, aki ugye egy kicsit önzőbb, akkor hogy jobban tároljon ki, adja többieknek is, adjon lehetőséget, a becsületesség, a fair play,
az olimpiai szellemiséget, és próbáljuk oktatni nekik. Csak látszólag buta a kérdés, amikor azt mondom, hogy a pedagógusok hierarchiájában hogy foglal, hol foglal helyet a testnevelő tanár? Hát én úgy érzem, hogy... Megvan a megfelelő megbecsülés, miként látja? Szerintem nem annyira, nem. De aki jobban belelát a mi munkánkban, akkor szerintem azok számára viszont úgymond elől lehetünk, hiszen nem csak megtartjuk az órát, hanem a különböző versenyekre való felkészítés, maga már a rendszerbe vitel, az utazási szervezés, a folyamatosan, hogy biztonságban, balesetmentesen ússzuk meg egy-egy bármilyen mozgásos tevékenységet, nagyon-nagyon kemény munka. Hogyha valaki egy kicsit agresszívebb gyerek, akkor a mozgás közben, akkor ott jobban kijön ez a dolog, és ezeket vissza kell fordítani, mindig folyamatosan ott kell lenni, minden másodpercben nagyon-nagyon kell figyelni. Talán mostanában több szerepet jut, és szerintem ezzel az évtesi tanára címmel egy kicsit a pedagógusot, a testnevelőket is egy kicsit előtérbe hozták, hogy igenis ez is munka, és nem csak úgymond a gyerekeket kiküldjük, és adunk egy labdát nekik, hogy játszanak. A testnevelő tanárnak szerepe van abban is, hogy amikor figyel, és kiderül, hogy egy-egy diáknak mi a kedvenc sportága, segítsen ebben. Hogy lehet megismertetni azokat a sportágokat, mert most már nyilván ott vagyunk, hogy a tévé, illetve a különböző egyéb helyekenről áramlik be a extrém sportoktól kezdve minden. Mi az általános most, milyen sportágat kedvelnek a fiatalokat, a kicsiktől a nagyocskákig? Úgy gondolom, a labdarúgás a legnépszerűbb, és ezzel nincs is semmi gond. Viszont azt hiszem, hogy az atlétikával kellene mindenhol kezdeni, atlétikus mozgást, mert az minden sportának az alapja. Én is sok gyerekben felfedeztem, hogy van, aki a kézilabdában ügyes, van, aki foci, van, aki esetleg a jégkorongban lesz majd ügyes, jól florbolozik, és mindig irányítom Fehérvár, ez egy szerencsés helyzet, mert nagyon sok sportágnak ad lehetőséget, hogy kipróbálják, és én a kapcsolataim által akkor irányítom a gyerekeket a fele, a sporták fele, edzők fele, amit érdemes lenne kipróbálni. Aztán soknál be is jön. Mennyire megbecsültek a testnevelő tanárok? Ezt így kérdeztem ebben az értelemben, de a hazánkban. Hiszen azért látjuk, hogy az elmúlt időszakban egyre több tornaterem épült, ami azért nagyon-nagyon fontos a kis településeken is, hiszen azért tudjuk, hogy az időjárás az változó. Fontos-e, hogy egyre inkább fejlődjék azáltal is a testnevelés paletta, hogy megjelennek, mondom, a kis településeken és a tornatermek, és így tovább. Szerintem a Magyar Diásport Szövetsége most nagyon innovatív lett, és ők nagyon sokat segítenek ebben. Létrehoztak például aktív iskolákat, ahol különböző programokon keresztül mennek végig, és sok támogatást is tudnak, lehetőséget adnak a kis iskoláknak is. Azon vannak, hogy nagyon sok képzést nyújtanak, és ezek által innovatívabbak lehetnek, és ötleteket kapunk, hogyan tudjuk a különböző helyzeteket úgymond túlélni, mert van azért olyan iskola, ahol tényleg nagyon rossz körülmény van. Én úgy gondolom, hogy ez fölfele megy, bár még az nehéz, hogy nagyon nagy létszámú osztályok vannak, tehát most már tényleg majdnem, hogy 30 fős osztály, az már az egy átlagosnak számít, és ha tegyük fel, egy iskolában van 3 egy év folyamon, és akkor szorozzuk meg 8-al, ugye, hogyha általános iskolára van szó, de középiskolában van, hogy 40 fősek is, azért ez nem egyszerű megvalósítani. Nagyon kreatívnak kell lenni, és észre kell lenni, hogy jól megvalósuljon minden. Végre látom ráncolni a homlokát a sok mosoly mellett. Mi a helyzet Fehérváron általában? Hát, hiszen azért azt kimondhatjuk, vegyes. Hogy sportváros vagyunk. Igen, ez. Igen. Vegyes. Nagyon sok eseményen találkozok ugye kollégákkal, ott mindig átbeszéljük a helyzetet, hogy most mi az aktuális. Összetartunk. Szerintem mi még azért jó helyzetben vagyunk. Itt van az úszoda, mennek korcsolyázni, teniszezésre van lehetőség, síelésre is van lehetőség, de tényleg mi még jó helyzetben vagyunk. No, akkor térjünk vissza őre. Miként vette tudomásul, hogy önmagában a díjra jelölést? Mert kezdjük ezzel. Gödöllőn voltam országos mezői diák atlétikai versenyen, és pont az egyik kisfiú, aki később meg is nyerte, annak a rajtja volt,
és felhívott egy idegen, nem szoktam felvenni a telefon, de éreztem, hogy ez most valamiért, gyorsan felvettem, és akkor mondták, hogy gratulálnak, hogy én akkor bekerültem az öt legnépszerűbb testnevelő közé. Nagyon-nagyon örültem. Igazából még akkor nem foglalkoztam így vele, hanem utána már jött egyre több telefon, és mondták, hogy akkor az készítettek riportot, néhány szót kellett magamról írni, és utána kezdődött a szavazás, amiben azt láttam, hogy nagyon aktívan részt vett az én ismeretségi köröm, a barátaim, család, rokonság, gyerekek, felnőttek, és igazából az, amikor megnyertem, egy 9 órát tanítottam aznap, azt hiszem, egy csütörtöki napon volt, amikor megláttam, hogy megvannak a győztesek. Én hirtelen tovább is mentem a mi megyénken, így remegett a kezem, és megláttam, hogy az én nevem van első helyre feltüntetve, én elsírtam magamat, és ilyenkor mindig jön egy olyan, amikor tényleg annyira kimerül, mert annyi fele van, és annyi fele az energia, annyi fele megy el, és jött ez a megnyerés, akkor én nagyon-nagyon boldog voltam, és tényleg ez nem csak itt, hanem mindenhol azt mondom, hogy befektetett energia meg fog térülni, minden területen, nem csak szabad a gyerekek által is, aki oda teszi magát az órákon, lesz fejlődés, és szépen lehet fölfele ívelni. Én nagyon boldog voltam. Hogyan tovább? Hiszen egyszerre példa és példakép. Ez eddig is így volt, csak most már van egy hivatalos lenyomata is. Igen, ez egy édes teher is egyébként, mert ugye szumik erre, hogy maximalista vagyok, és ha elérek egy dolgot, akkor azt a szintet mindig tartani szeretném, és akkor még azon feljutni. Úgyhogy ugyanezzel a lendülettel fogom tovább folytatni. Lehet, hogy még több pilot képzésen is részt vettem, lehet, hogy még én fogok majd a testnevelőknek képzéseket is tartani, és segíteni a munkájukat. Én szeretnék az aktív iskolában jó gyakorlatokat mutatni, és ugyanígy megmozgatni az iskola valamennyi tanulóit, és a kollégáimat is magam mellé még jobban állítani, de most sincs semmi gond ezzel, mert teljes messzélyes. Tehát ez a jövőkép. Igen, És ez nyilván valósággá válik. Vannak-e álmai? Igen, vannak álmaim. Én ugye mind a mai napig sportolok, úgyhogy én régebben elhatároztam, hogy én világbajnok szeretnék lenni. Már idősebb vagyok, de van az a senior bajnokság, és 5 évente változnak a kategóriák. Én azóta, mióta az atlétikában, mióta idősödik az ember, ugye, főleg a nők, egyre kényesebbek a korukra, de mióta van ez, elértem a senior kort, azóta én nagyon boldog vagyok, és azt várom, hogy minél idősebb legyek, hogy még több esélyem legyen majd ezekben egyszer nyerni, de igazából szeretnék petánk országos bajnokságon is érmet nyerni, már közel, már 4.-5. helyezésem így van, és egészséges maradni, és az én családomnak is sok-sok boldogságot adni még, és sok időt velük tölteni. Történjék így, nincs kétségem felőle, hogy megvalósítja, ahogy eddig is minden álmát. Mi pedig köszönjük szépen, én köszönöm a gyerekek, a szülők nevében, minden székesfehérvári nevében. Azt hiszem, hogy ez egy tökéletes út, amit ön elindult, amelyen elindult, és amelyet végigkövet. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, Rácz Katalin volt a vendégem, a Fehérvár megye legjobb testnevelő tanára, a 200 főnél többet oktató általános iskolák körében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.